18 millió tonnánál is több hulladékot tartanak számon Magyarországon, amelynek jelentős része szabálytalanul kerül ki a környezetbe, például erdőkbe, vízpartokra. Az államnak évente több milliárd forintba kerül az illegális szemét eltüntetése, miközben ezt a pénzt szemléletformálásra is lehetne költeni. Ez utóbbi célt is szolgálja a Tisztítsuk meg az országot program, amely az évelején megalkotott klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében júliusban indult el. Elsőként azt mérték fel, melyek a legérintettebb területek. Ennek megfelelően kidolgoztunk egy olyan programot, aminek az lenne a cél, hogy először ezeket a legszennyezettebb területeket megtisztítsuk, és aztán szépen a következő években az egész országot. Először augusztus-szeptemberben most egy úgynevezett pilot időszak folyik, mert az illegális hulladéknak van egy olyan sajátosság, hogy nem látjuk pontosan, hogy mi az összetétele, és nem látjuk pontosan a mennyiségét sem. Most egy újabb helyszínen Megyingben is elrajtol egy mintaprogram. Mint a keddi projektnyitón a Vásárosnaményi Tiszaparton elhangzott, az első hónapokban a talált illegális hulladék összetételét és mennyiségét, valamint az elszállításához szükséges kapacitást mérik fel, majd megtisztítják a legszennyezettebb területeket. Ezt követően az októberben induló második szakaszban az egész országot szeretnék mentesíteni az illegálisan lerakott szeméttől az állampolgárok bevonásával. Ennek eszköze a Hulladékradar nevű applikáció, melynek célja, hogy lakossági jelzések és GPS koordináták alapján be lehessen azonosítani, hol mennyi hulladék van lerakva szabálytalanul. Eddig már több mint 2000 bejelentés érkezett, amelyeket továbbítanak a programban közreműködő szervezeteknek, hogy soron kívül intézkedjenek. A MÁV, a Magyar Közút és az Erdészeti Társaságok mellett partnerek ebben a vízügyi igazgatóságok és a közfoglalkoztatottak is. 2016-hoz képest a közfoglalkoztatottak létszáma akkor 223.600 fő volt, most 90-95 ezer közötti létszámról beszélünk, amelyből kitűnik, hogy a vízügyi igazgatóságoknak is nehézségeik vannak a közfoglalkoztatati létszámok feltöltésével, de gépek, eszközök beszerzésével, szervezéssel ezeket a feladatokat eddig is és ezután is meg fogjuk oldani. A Felső-Tisza vidékén is számos szennyeződési lehetőség van, az illegális hulladék lerakók pedig itt is jelen vannak. A 88 település magában foglaló térség országgyűlési képviselői is a szemléletformálás jelentőségét emelte ki híradónak adott nyilatkozatában. Vannak olyan sikeres akciók, amivel egy adott település belső környezetét gyerekek segítségével az adott település vezetője már megtisztítja, hogyha ezt ki tudjuk terjeszteni, és hogyha a gyerek tud szólni, majd ha nagyapával pecázik, vagy éppen vadászik, és tud szólni, jelezni akár ezzel az okostelefonos applikációval, hogy hol látott ilyen szemétlerakót, akkor én úgy gondolom, hogy lehet siker, de természetesen ez egy összefogásról szól, hogyha a Tisza mellett beszélünk, akkor az összefogás nem csak határon belül, hanem határon túli területekre is igaz. A sajtótájékoztatón elhangzott a hosszú évtizedek óta fennálló probléma átgondolt hulladékgazdálkodási intézkedés sorozatot követel meg. Olyan egymásra épülő lépéseket, mint az illegális hulladéklerakók elkapása és a hulladék értékként való visszavezetése a gazdaságba. Mivel a szankciók szintje jelenleg alacsony és kevés a tettenérés, komoly büntetési tételekkel el kell érni, hogy az elkövető joggal tartson attól, hogy valaki, akár egy kamera, egy erdész, hal vagy gátőr, látja miközben szemetel és elmenjen a kedve tőle.